szeretném, hogy én lennék, vagy Óbuda, vagy egész Magyarország legidősebb. Jó. Az első mellettem van egy hölgy, azt csinálta most a 100 éves tortát nekem. Összör is egy műszerész inas voltam, akkor segéd lettem, akkor mester, levizsgáztam. Az első rádiót, meg a Dobjanics utcai iskolában, ott néztük végig. Dobos, ez a zongorista, ez meg én. 18 éves korban kezdtem el birkózni. Itt vagyok. Ja. Hát akkor aranyszőke hajam volt. Alfonso, az. Abban csinált, abban Csillaghegyen csináltuk a legnagyobb balét, a trambolindról, meg minden. Én akkor tudtam, nem tudom, itt leje van írva, Notre-Dame-i toronyőr, tudtam itt csinálni. Két hónapig még munkaszolgálottam voltam megint Csepelen. 45-ben a kávéházban játszottunk, és akkor jöttek az oroszok, és az oroszok nekem a revolvert, és ha nem iszom ki azt a 2 deci rumot, vagy nem tudom mit, akkor lelő, hát mondjuk, nem hiányzik semmi. Tisztább volt minden, az út, stb. A levegő is, amit kifizettek csekken, és akkor a csekken van, az összeget nézem, és ahhoz hozzáteszem a magukét, és úgy mindig ilyen 1500 vagy 2500, mit lehet. Most lehet, hogy csak egyszer egy évvel adok egy nagyobb összeg, majd meglátom. Ha fiatalabb lennék, akkor elmennék magukkal. Elmennék mindenhova, Kínába, Japánba. Azon gondolkoztam, hogy kezdjek-e megint valahol zenélni.